Hello, sziasztok! Unboxing hozott a postás egy csomagot, de szép ovonos doboz. Ha nézzük meg, mi van benne. Én tudom, hogy itt DM 2041-re. Ti még nem. Ja, de már most nem. Nem tudom, mennyire érte túl az utazást, mert azért a dobozon van egy kis külsérem nyom. Mindjárt meglátjuk. De ezt így elküldték, szóval nem sokat játszottak. Le sem volt zárva igazából, csak így megfogták, azt elküldték. Most kapcsolok, hiszen semmit nem is kellett fölvágni, vagy valami. Mondjuk ennek ellenére megérkezett egy műszernek látszó tárgy. Mindjárt megnézzük a hozzávalókat, de ezt elteszem innét. Habár nézzük bele, hogy mi jött, meg mi nem. Betápkábel, mérőkábel, meg egy adatkábel. Aztán ennyi. Jó, hogy egy CD meg egy leírás. Oké. Na, akkor tegyük rá. Oda, ott már van egy ilyen. Ezt hasonlítjuk össze már. Kíváncsi vagyok, mert ez annyira pontos volt ez a műszer, hogy megtetszett. És el is adtam a Fluke 45-öt, amihez lehetett viszonyítani, és akkor mind a kettőt belőjük, a régit meg az újat. És meglátjuk, hogy mennyire futnak együtt. Aha, mindegyik fest beindult. Adjunk neki fest akkor. Ez itt 9 volt? 9 volt mondja kimeneten, elméletileg. És őnek is. Mindegyik low speeddel. Na, úgy tűnik nagyon egyszerre nem érnek. Ez tetszik, és ugyanígy egyszer nem ért a Fluke 45-össel, az az, ami nagyon tetszik igazából, hogy ez a műszer, ez műszer. Kezdjünk el azért valamit, egy feszültséget. Azért jó ez, mert ezzel talán be tudok állítani ilyen kisebb feszkókat is, mint most 100 millivoltra van állítva, de hát látod, még most esik vissza. 110 millivoltra sikerült neki is. 100-ra? Hát ugye az csak a visszajelzés, a 100 millivolt van beállítva, és látszik, hogy teljesen ugyanazokat méri. No, ne ezt tedd, ne tedd ezt velem, ne, Nici, ne. Menjünk egy 1 voltra. Ezek teljesen korrektül össze vannak. Hitelesített műszerek. Ez a 2 volt, a 3. A 4. 55 000 count. A 5. 6. Itt vesztünk egy tizedest. 7. És a 10 volt. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18, 19, 20,
ilyen digit különbségek vannak köztük, hogy teljesen abszolút egyformára vannak hitelesítve. Most az, hogy egy, vagy maximum egy-két helyen két digit eltérés, itt is egy-két ilyen digit eltérések vannak, ez bőven a specifikáción belül van. Hát még a digit specifikáción belül van akkor is, hogyha még azt a 0,025% pontosságot veszünk, még az is, ha nullának, hogy valami irgalmatlan pontos műszerek. Ugye itt buktunk megint egy digitet, ez most a még följebb mérés határ. Valahol ki is írja az 500 voltos. Ja, nincs tovább. Nincs tovább 62 voltnál. Mi történt? Ja, mert annyi ideig vártam, hogy az 59 meg van. És itt 60 volt ez a plafon. Még egyszer. Még egy 200 millivoltot is megnézhetünk, hogyha visszalépd el odáig. Csak hát még nem lépd el vissza. Ugye kisül az a kondi a végén. Irgalmatlan pontos. Ennyit akartam csak ebbe a videóba, mert ez egy unboxing videó volt az XDM 2041-es Ovon multiméterről. Nagyon jó műszer. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Sziasztok!